Volt már, hogy kudarcot vallottál? Miért adtad fel az álmaidat? Mindenki küzd valamilyen félelemmel. Sokszor vallok kudarcot. Attól tartok, hogy egyre több és több kritikát kapok majd. A félelem hatással van a képzelőerőnkre, a vágyainkra és az álmainkra is. Befolyásolja mindennapjainkat is. Úgy érzem, hogy nem működnek a kapcsolataim. Félek attól, hogy nem tudom jól összerakni az életem, és az azzal járó elköteleződések sem mennének. Egyszerűen nem akarok már kudarcot vallani. Jobb ember szeretnék lenni, de van, hogy magam sem hiszem, hogy menni fog. Nem adom fel! Ahhoz, hogy teljes életet tudjak élni, búcsút kell mondanom a félelmeknek, és bátornak kell lennem. Ez az én döntésemen múlik. Tudom, hogy ez csak Istennek lehetséges, mert ő az, aki erőt ad ehhez nekem. El tudod hinni, hogy Isten bátorrá tud tenni? Ez az a nap, amikor legyőzhetjük a félelmeinket, s ehelyett dicsőítsük együtt az Urat. Ne félj és ne rettenj meg tőlük, mert az Úr a te Istened kísér téged. Nem feledkezik meg rólad, és nem hagy el téged. Itt az ideje, hogy a bátorság visszakerüljön az életünkbe. Ez az a nap.